Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit, aggasztó hírek érkeztek az agrárgazdaság területéről. Újra megjelentek a hamisított tejek az üzletek polcain. A gyaníthatóan áfacsalt termékekről egyeztetett a szaktárcával Mélykuti Tibor, a tejterméktanács társelnöke. Nézzük meg egy beszélgetést erről. Tisztelettel köszöntöm Mélykuti Tibort, a tejterméktanács és szakmai szervezet társelnökét. Az elmúlt időszakban számtalanszor beszélgettünk arról, hogy válságban van a tejágazat, válságban vannak a tenyésztők, termelők egyaránt. Úgy gondolom, hogy a 2017-es kormány döntés, mely szerint 5%-ra csökkent a nyers tejára, nagyon sokat segített, meghozta a vállalkozók kedvet, a fejlesztések elindultak. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy erről beszélnünk kell, hiszen azért mindig vannak, akik szeretnének kibújni a kötelezettségeik alól, és hát csalnak. Az áfacsalt termékek feltűntek ismét a boltokban. Beszéljünk talán először arról, hogy milyen hatással volt az áfacsökkentés. Az áfacsökkentést 2017. január 1-től hozta meg a kormány. Ugye itt a nyers tej és a friss tej áfáját csökkentették 18%-ról 5%-ra. Ez azt jelentette, hogy a tejipar részére a friss tej volumene nagyon komolyan nőtt, ami egy kis problémát jelent, hogy az ISL és az UHT áfájának a csökkenése nem történt meg. Ez a két termék a fogyasztói tej vonatkozásában több mint 80%, és ez egy jelentős lehetőséget biztosítana a jövő tekintetében is a tejtermelőknek és a feldolgozóiparnak, illetve ugyanúgy a kereskedelmi láncoknak és a fogyasztóknak is. Tehát mi már tavaly 2017 novemberében, illetve most 2018 januárjában is beadtuk a kormánynak, nemzetgazdasági miniszter úrnak, illetve a földművelési miniszter úrnak, hogy a fogyasztói tejek áfacsökkentését 5%-ra meg kell tenni. Még egyszer mondom, ez egy jelentős olcsósítást tenne meg a fogyasztók számára is, illetve a piacot tisztítaná. Ez nekünk nagyon fontos. Mennyiben segítette az áfacsökkentést a beruházási kedv növelését egyben? Tehát elindultak fejlesztések, tudjuk. Így van, elindultak a fejlesztések. 2016-ban a Nemzeti Agrárkamarával, illetve az EFOSZ-szal és a Tejtermék Tanács adott be egy stratégiai tervet a különböző minisztériumnak, illetve a miniszterelnökségnek, és itt a fő cél az volt, hogy elinduljon az iparfejlesztés, mert sajnos az elmúlt 30 évben semmilyen innováció fejlesztési technológiák nem valósultak meg. Most már ez megtörténik, és ugye ennek a hátterében nagyon fontos, hogy a jövő tekintetében legyen nyers tej Magyarországon, tehát maradjanak meg a tejtermelők. Ez nagyon fontos. Az elmúlt válságos időszakban 2014-től 2017-ig én úgy gondolom, hogy a kormány nagyon segített a tejtermelőkön, tehát növelte a támogatást, illetve az előleg kifizetés mértékét. És hát ami nagyon lényeges, hogy ne import termékeket hozzanak be a nagy kereskedők, hanem Magyarországon előállított jó minőségű tejtermékeket vásároljanak. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy mi se nyers tejet vigyünk ki, árusítsunk, hanem különböző terméket. Tehát a fejlesztések többsége ugye erre irányult, hogy itt helyben Magyarországon dolgozzuk fel a nyers tejet. Így igaz, az elmúlt 10 évben körülbelül olyan 15-30% között volt az úgynevezett spotpiaci értékesítés, amikor a termelők kivitték ezeket a tejeket. Ugye ez 2015-ben nem tudott megvalósulni, mert akkor nagyon komoly tejtöblet volt egész Európában, és nem is vásárolták meg a tejet. Általában mindig mondjuk augusztustól novemberig teszik meg intenzívebbé ezt a úgynevezett spotpiaci tejfelvásárlást az Európai Unióban. Ugye tavaly is ez megtörtént, mert augusztusban, júliusban, augusztusban, szeptemberben nagyon komoly klímaváltozás volt, tehát nagyon meleg volt, és emiatt a tejtermelés jelentősen csökkent, de ha most összehasonlítom az akkori 38 centes spotpiaci tejára, most jelen pillanatban 2018. januárjában 17 és 23 cent között veszik a nyers tejet, úgyhogy Magyarországon a tejfeldolgozó ipar 2017. decemberében 102 forint per kilogrammot adott már a tejtermelőknek. Ami még mindig olcsóbb nyilvánvaló, mint nyugaton vagy Lengyelországban, de én azt gondolom, hogy ez már előrelépés.
Természetesen az Európai Uniós átlaghoz képest ilyen 12-14 forinttal vagyunk lemaradva, de itt azért össze kell hasonlítani a beltartalmi értékeket is, mert a beltartalmi értékek vonatkozásában, zsírban és fehérjében azért Magyarország a legkedvezőtlenebb. Nagyon fontos, amit mondott, ugyanakkor nézzünk egy kicsit körül az üzletekben. Az elmúlt 5 esztendőben számtalanszor esett szó arról, hogy elárasztották a piacot szlovák, cseh, áfacsat, tejek, mindenütt nagy áruházláncoknál is felfedezhettük ezeket a termékeket. Aztán úgy tűnt, hogy a kormány, illetve a kamara, illetve az önök közös intézkedésének a közúti elektronikus ellenőrzések, a NAV ellenőrzései ennek gátat szabtak. Most úgy tűnik, hogy megint visszatértek, bár ez gondolom csak próbálkozás. Az elmúlt héten volt egy olyan tárgyalásuk, amely erre hívták fel a figyelmet. Igen, a Nemzeti Agrárkamaránál múlt héten hétfőn volt egy megbeszélés a kiskereskedelmi láncokkal és a feldolgozóipar képviselőivel. A Györfi Balázs elnök úr, illetve a dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár a Földművelési Minisztériumból volt jelen ezen a megbeszélésen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív egyeztetés volt a kiskereskedelmi láncokkal. Általában már a kiskereskedelmi láncok összességében több mint 80% volumenű terméket a magyarországi feldolgozóipartól vásárolnak, ami igazából nekünk problémát jelent a nagykereskedők, ugyanis a nagykereskedők folyamatosan, főleg ezekben az időszakban, amikor egy többlet tejtermelés van, kintről importból hozzák be a termékeket, most mondanám az UHT tejet például Szlovákiából, Csehországból, és mondhatnám, hogy Németországból. Németországból most hoztak be januárban 99 forintért egy 0,1%-os zsírtartalmú tejet, amelyet 2017. február 9-én Kínába gyártottak le, és miután majdnem lejárt az egy éve szavatosság idő, behozták a nagykereskedők Magyarországra, és ezzel verik le a piacot, és én azt gondolom, hogy ezt kellene megszüntetni ahhoz, hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani a tejágazatban. Ilyenkor mi a teendő? Kínai felirattal német tej. Mit tehet a vásárló, és mit tehet a terméktanács? Hát a vásárlónak az lenne a célja, hogy ne vásárolja meg ezt, még akkor is, hogyha alacsonyabb áron tudják értékesíteni. A tejterméktanács bejelentéseket megtett a Nébiknél és a NAV-nál. Én úgy gondolom, hogy kellő módon rá is ugrottak erre a problémára, mert ugye kínai felirattal nem is szabadna Magyarországra behozni ilyen termékeket, tehát ez nagyon fontos a tejterméktanács számára, és ismerem remélni, hogy a nagykereskedőknek most egy jelentős ellenőrzési rendszerük lesz, illetve 2017. februárjában Fazekas Sándor miniszter úr egy kiterjesztést tett meg, amelyben a feldolgozóiparnak, illetve a nagykereskedőknek minden hónapban adatszolgáltatást kell biztosítani, és az elmúlt évben 6 hónapon keresztül a nagykereskedők semmilyen adatszolgáltatást nem biztosítottak, és ezzel kapcsolatban aláírtunk egy megállapodást a Nébikkel, illetve az Akival, hogy innestől kezdve, hogyha ezek nem fognak megtörténni, akkor szankciókat fognak alkalmazni. A szaktárca, a kamara és önök nyilván együtt dolgoznak továbbra, és vannak-e olyan terveik, mely szerint a nyers tej után, tehát azt tudom, hogy szorgalmazzák, de van-e belátható időpontja annak, hogy a nyers tejen túl a további áfacsökkentés megtörténik? Én merem remélni, hogy 2018 első fél évéig a fogyasztói tejek áfája 5%-ra fog csökkenni, ez nagyon fontos lenne, még egyszer mondom, az ágazat számára is, illetve a fogyasztók és a kereskedelmi láncok számára is, illetve a piac tisztítás miatt is, és én bízom hozzá, hogy az elkövetkezendő években az összes tejtermék az áfája 5%-ra lecsökken, ez komoly lehetőséget jelent, ugyanis azért a magyarországi egyfőre eső tejfogyasztás éves szinten az körülbelül 155 és 165 liter fő per év, még az Európai Unióban ez ilyen 260-280 liter per fő per év, az északi európai országban, tehát Finnországban, Svédországban pedig 450 liter per fő per év. És ez legalábbis bizonyosan ösztönözné a tejtermelőket arra is, hogy újabb és újabb beruházásokkal induljanak el, tehát újabb olyan termékeket kerülhessenek a magyar polcokra, magyar tejből, ami azt hiszem, hogy fontos.
Ez így igaz. Ami nagyon lényeges szempont Magyarországon, hogy a sajtfogyasztás egyharmada, például az Európai Uniós átlagnak, ezt szeretnénk növelni, és ezzel kapcsolatban több cég is fejleszt sajtgyártás technológiában, például a szólemiző és az alföldi tej is. És ugye ehhez pedig nagyon jó minőségű alapanyag kell, és ehhez meg kell tartani a tejtermelőinket. Még mindig hamisítás összefogott az Európai Unió a hamisított kínai méz elterjedése ellen. A méztelen méz ugyanis elárasztotta a piacot. Az uniós szakemberek megtárgyalták a magyar javaslatot, várhatóan február 28-án születik erről döntés. Az Európai Parlament megtárgyalta a mézjelentést, amelyet hazánk Európai Uniós képviselői azért kezdeményeztek, mert az uniónak nem csak, hogy fel kell vennie a versenyt a kontinensen kívülről, például Kínából behozott mézekkel, hanem meg is kell védenie azokkal szemben. A kínai méz mintegy 20%-a ugyanis bizonyítottan hamisított. Az a legnagyobb gondunk, hogy amíg az unión belül szigorú előírások vannak a nyomon követhetőségre, a méz előállítására, addig a harmadik országokból érkezett mézeknek ez nem feltétele. Nem lehet visszakövetni a termelőig, illetve ezek a mézek az unió határain megállítva bizonyította legalább 20%-a hamisított méz. A magyar méhészek és az európai méhészeknek azon része, akik plusz méztermést állítanak elő, így például Spanyolország, Románia, Bulgária, Magyarország, Horvátország és egy pár ország még. Az ottan élő méhészeknek a legnagyobb problémája, hogy a megtermelt jó minőségű mézét versenyeztetni kell ezekkel a sokkal olcsóbb mézekkel, és így nem jövedelmező ez a tevékenység. Tudni kell, hogy olcsó mézet, és ezt a mézet idézőjelbe tenném, olcsó mézet lehet a világból venni bárhonnan, de megporzást nem. Tudni kell, hogy a méztermelés a méhészetnek csak a másodlagos haszna, az elsődleges haszna a biodiverzitásnak a növelése, a megporzás, hisz tudni kell, hogy a növényfajok 84%-a, és az élelmiszernek használt növényeknek a 76%-a méhészeti megporzású. Ha ez nincs, akkor nagyon nagy kár éri a mezőgazdaságot. A mézjelentés közel 500 módosító indítványának több mint 4/5-ét sikerült kompromisszumos szövegben rögzíteni, de a jelentés elfogadását követően továbbra is szükséges a mézhamisítás, a növényvédőszerek túlzott és nem megfelelő használata, valamint a méhészek támogatásainak csökkentése elleni hatékony fellépés. Május 29-én lett egy közmeghallgatás, és ez egy nagyon nagy szó, hisz az Európai Parlamentben a néppárt évente két témát javasolhat közmeghallgatásra. Így az egyik a méhészet lesz, hisz az unión belül azért ez látjuk, hogy nagy probléma. Az ott elmondottak között, ugye szakértőként az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke is, Bros Péter is elmondhatta a véleményét és a javaslatait. Az ottani részvétellel látszott, hogy mindenkit érdekel a méhészek és a mézhelyzete az unióban. Megbízták Erdős Norbert képviselőurat, hogy egy mézjelentés tervezetet tegyen le az asztalra. Ez július végén elkészült, meg is tárgyalták. Ennek a január 28-án 500 módosító indítvánnyal el is fogadták. Egy tartózkodás mellett ugye mindenki elfogadta. Február 28-án lesz ennek a módosított és összefésült jelentésnek a megvitatása, és másnap, március 1-én el is fogadják. A hamisított méz nem csak a fogyasztók súlyos megtévesztéséhez és az uniós élelmiszerbiztonsági előírások semmibe vételéhez vezet, hanem hosszú távon az unióban elállított méz visszaszorulását eredményezheti a belső piacon, ugyanis sokan visszaélnek egyebek mellett a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 2011-es rendelete nem kellően szigorú előírásaival, az uniós és az unión kívüli mézek keveréke címke alkalmazásával. Az Európai Parlament plenáris ülése február 28-án tart nyilvános vitát a jelentésről, majd ezt követően március 1-én szavaz arról. És akkor végre valami jót is. Ötödször rendezték meg a Jancsárkerti bio- és termelői piacon a Kolbászfesztivált. Ezúttal is nagyszerű hangulat fogadta a versenyzőket és a magyaros gasztronómia szerelmeseit. Nézzünk meg egy összefoglalót erről az eseményről.
Ötödik alkalommal rendezte meg a Székesfehérvári Kolbász Fesztivált a Fehérvári Polgárok Egyesülete, a Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezete. A jancsárkerti termelői piacon 20 csapat mintegy 2000 látogató előtt mérettette meg magát a hagyományos finomság készítésében. A magyar élelmiszerhagyományok, a falusi hagyományok őrzése, ápolása, a családok számára egy jó program szervezése, ugyanez a gyerekekre vonatkozik, tehát mivel ilyen szép napra ébredtünk, és kisütött a nap is, tehát egy szép fehérvári délelőtti közösségi programot szerettünk volna ezzel létrehozni, illetve hát most már 5. alkalommal megismételni. Milyen kísérő programok várják az ide látogatókat a mai nap folyamán? A színpadon végig zene lesz, népzene, szórakoztató zene, és a mai nap főszáma a Mohásról érkező Pokláde zenekar, akik délszláv zenét játszanak, és a busokat kísérik majd. A busok pedig egy táncházat fognak itt tartani, és reméljük, hogy nagyon sokan ebbe a kólóba, ebbe a körtánkba bekapcsolódnak majd. Hány csapat jelentkezett idén? 20 csapat jelentkezett idén, nagyjából ennyi kapacitása van a sátornak. Tehát így elmutatom, hogy teltház van ismét idén, és hát nagyon sok látogatóra számítunk, fehérváriakra, Fehérváron kívüliekre, fiatalokra, mindenkire, aki szereti a gasztrohagyományokat, és szeretne egy kellemes délelőtöt eltölteni. A fesztivál megnyitóján Égi Tamás alpolgármester köszöntötte a nemzedékek által őrzött titkos receptek készítőit. Nagy tisztelettel fogadom mindig azt az ételt, amit kézzel otthon gyártanak, és nem ipari technológiával. Én is egyébként nagy kedvel töltöm a kolbászot. Kolbász egy kicsit hasonlít a gombócartúr szövegéhez. Minden kolbász jó, az ilyen, olyan, amolyan. Itt pedig aztán széles tárháza van az egésznek. Jó itt körülnézni, és azt gondolom, hogy bár a biopiac az egészséges életmód jegyében született, de azért fontos, hogy az ősi magyar étkeket is őrizzük. Igen, nyilvánvalóan, és azért nézzük meg ezt a nagy érdeklődést, és ezt a vidám hangulatot, úgyhogy mindenki szereti a saját ételét elkészíteni maga. Palkovics Lajos és a Fehérvári Polgárok csapata gondoskodott arról, hogy színes, változatos programok várják az érdeklődőket. Most már 5. alkalommal rendezzük ezt a Kolbásztörtön Fesztivált, és a kicsik, nagyok, közepesek mindenki örömére itt meg tudják mutatni egymásnak, az idősebbek, a kicsiknek, akik nem csinált még adoknak, hogy hogyan kell megtölteni egy igazi magyaros kolbászt. Varga Imre István az Agrárkamara Fejér megyei elnöke számára is kiemelten fontos, hogy a hagyományőrző rendezvényeket segítsék. Úgy gondolom, hogy ez a rendezvény egy nagyon jó alkalom arra, hogy a lakosság körében népszerűsítse az élelmiszerfeldolgozást. Fejér megyében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának 12 000 tagja van körülbelül. Ebből a tagságból körülbelül 6-8% foglalkozik élelmiszerfeldolgozással, és ez a szám jól mutatja, hogy még vannak kiaknázatlan lehetőségek ezen a területen, és emellett, hogy népszerűsíti ez a rendezvény az élelmiszerfeldolgozást, emellett még társasági programként is egy nagyszerű rendezvény. Grenyovszki Károly nemzetközi mesterszakács és társai értékelték a töltelék ízletességét, a munkaasztalok és a tevékenység higiéniáját, a receptúra közreadását, a csapatok ötletes és humoros bemutatkozását, megjelenését. Nagyon nehéz dolga van a zsűrinek évről évre, mert mindig találkozunk természetesen hagyományos magyaros kolbászokkal, de van mindig egy különleges kategóriánk is, és ott rengeteg fajtát mutatnak meg a csapatok nekünk. Mire figyelnek leginkább ilyenkor a zsűriben? Hát leginkább arra figyelünk, igaz, hogy most a hús alapanyag az kapott a csapatoknak, ott nem tudják variálni a csapatok a sovány hús, a zsíros húsnak a százalékos keverési arányát, igazából ezt nem tudjuk figyelni, hanem a fűszerezésre, a töltésnek a keménységére, illetve a sütésnek, és nem utolsó sorban, ahogy megmutatják ezt az igazi magyaros kolbászt, a tálalása. Varga Lajos és a fehérvári önkéntes tűzoltók a kezdetektől résztvevői a Kolbász Fesztiválnak. A hagyományok a szíved, tehát a régi falusi kolbászt csináljuk, tehát semmiféle új attrakciókat nem rakunk bele. Voltak az elmúlt években, hogy volt itt ilyen gombás kolbász, vagy mi egymás,
mi csak a hagyományos fűszereket használjuk fel, és idáig még mindig elfogyott. Major László, a fehérvári gasztrokultúra egyik legjelesebb képviselője sem hiányozhatott a találkozóról. Mivel most már második évben jönnek a baljai barátaink busó felszerelésben, busó állarcukba, egy speciális baljai kolbászt csináltunk. Nagyon egyszerű receptje, nekem egy kicsit markánsnak tűnik, 8 deka borsot ír 10 kilóshoz. Hát mi felét szoktuk rakni, most kipróbáljuk. A paprikából teszünk 18 dekát, sóból 23, a többi azért passzol, de ez a bors, ez nekem egy kicsit sok, tehát azt mondja, hogy Baján így csinálják. Itt a barátom Bajáról jött, és most ő megcsinálja, ezt megpróbáljuk, hogy milyen. Hát a nagyot nem vesztünk, mert úgyis elfogy. Szerintem megeszi a brigád, vagyunk olyan sokan, egyesületünk tagjai, szinte mindenkit van kivételnék, hogy igyekszünk jó hangulatot varázsolni, vagy ahogy hozzá tudunk járni ehhez a kolbásztörtő fesztiválhoz, az egyesület. A fehérvári polgárok egyesület. A fehérvári polgárok a vendégseregről is gondoskodtak. Hát ez elég korán kezdődött, ugyanis egy kicsit rá kellett a mai napra készülni. Egy kis friss progácsával próbáltam én például kedveskedni, aztán kis szépítkezés is belefért, illetve aztán itt sürgünk, forgunk, amióta itt vagyunk. Ugye a többség 8 óta itt van. Látom, hogy készül a kolbász, mindenfajta hurka, tökéletes ez. Mi a titka egyébként az igazi jó házi étkeknek, a házi kolbásznak? Hát én igazán visszagondolok a gyerekkorom beli disznó torokra. Hát igazán akkor még nem is fogtam fel, hanem csak így visszagondolva, hogy azóta is keresem azokat az ízeket, amit például a nagyszülők csináltak annak idején, és azokat az ízeket próbálom mindenhol megkeresni, de nem nagyon jönnek vissza. A kolbásznál még úgy, ahogy ugye most már ugye átestünk annak a ló másik oldalára, hogy ugye annyiféle kolbász van a hagyományostól eltérő, az is jó, de azért a hagyományos kolbász szerintem az igazi. A másik a hurka. Hát ugye a nagyanyáink ugye még régen ebbe a teknőbe csináltak mindent. Én hát már asszony voltam, amikor megtanítottak például belet vakarni, gyomrot mosni, és ugye régen a hurkák nem voltak sósak. Én nekem az rémlik, hogy ez a finom, édeskés, inkább édeskés íz jött vissza, és amikor belekóstolok egy hurkába és sós, hát ez nem kolbász a hurka, végül is, és én azt az ízt keresem, és néha megtalálom, de ritkán. A fehérvári programszervezők idén is valósággal lubickoltak a feladatban. Sima, hagyományos kolbász. Semmi extrát nem szeretnénk belevinni. Márpedig feltétlenül szükséges ám az extra. Mi az extra? Tehát kell hozzá, soroljuk fel a hozzáadó. Piros paprika, bors, köménymag, fokhagyma. Van egy kis extra, amit ez a szüleim receptje lesz, van egy kis extra, amit ők bele szoktak még tenni, de azt nem mondom meg, mi az. És sok-sok szeretet? Tessék? Ja igen, sok-sok szeretet. Horváth József, a legendás főzőmester, évről évre az egyik legkarizmatikusabb ízvilágot hozza el a fesztiválra. Remélem, jól fog sikerülni. Mi mindent megteszünk. Először készítünk egy kis sült vért vöröshagymával, sült májat, sült pecsenyét. Így elkezdjük a mai napot, és akkor délre pedig megcsináljuk a kolbászt, amit zsűriztetünk. Milyen kolbászt csináltok az idén? Hát egy jó kis magyaros, csipős kolbászt. Semmi különleges extra nem lesz benne. Jó kis parasz kolbász. Tomán Zoltán, a mohácsi búsók képviselője és a Sokácok zenekara, a Poklád, hamisítatlan ősiséget hozott Székesfehérvárra. Mindenképpen nagyon örülünk neki, hogy meghívtak bennünket ide Székesfehérvárra, a kolbásztöltő rendezvényre, ide a Jancsárkert piacra. Nagyon örülünk neki, és hát próbálunk egy kis ízelítőt adni abból, hogy milyen a farsang Mohácson, milyen szokásaink és hagyományaink vannak. Köszönöm szépen, szép napot! A nap végén nem lehetett kérdéses, idén is az egyik legnagyszerűbb fesztiválon vehettünk részt, a Jancsárkertben.
Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten pénteken, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!